Sziasztok, Robin vagyok, és most a Masters of the Universe gyűjteményemet fogom bemutatni. Ez lesz a negyedik videó, vagy része. És itt van az első figura. Ez egy kőember. Egy kőember. És az a jó benne, ebben a kőemberben, hogy ezt össze lehet csukni. Nem is akár, hogy figyeljétek. Lehajtjuk a fejecskét, így. És nézzétek meg, hogy mivé változott. Egy sziklává, úgyhogy sziklaember is lehetne. Egy kicsit így. Aha, jó. Na ezt ide rakjuk, legalább kevesebb helyet foglal. Na, a következő figura nem más lesz, mint a főgonosz Skeletor, méghozzá egy párduccal, Pantherrel hívják, és nagyon szépen kidolgozott, hát egy kicsit ütött-kopott a macska, mert hát ugye mégiscsak régi, és hát a Skeletor is kicsit sárgás lett itt, de ugye hát öregedik, és itt van a pálcája, a varázspálcája, amivel nem csak ütni szokott, hanem, de nézzétek meg, ja, látjátok ezeket a kopásokat, ugye, mert ez nem is műanyag, hanem valamilyen szőrszerűvel van így beborítva, macsek, úgyhogy megpróbálom így, hoppá, másik oldalát is megmutatni. Na itt, látjátok ezeket a kopásokat? Hát, régi. De nagyon szépen ki volt dolgozva, és ki van dolgozva még mindig, azért a kopások azért nem szálltak el teljesen. Na, akkor ezt így ide rakom. Skeletort, ugye főgonosz. És van másik verziója is. Méghozzá egy ilyen páncélzatban van, ugye ez hasonló a He-Manéhez, hogyha így megütjük. Na, akkor látjátok? Egy vágás. Két vágás, igen. Ezt erősebben kell, és akkor így szépen ezt nem tudom így egy kézzel. Na, így van. És ő pedig egy jó kis járgány. Ezt úgy hívják, hogy Rotten Evil Assault, azaz ilyen hát támadó járgány. És figyeljétek, egy kicsit lejjebb teszem a kamerát, hogy lássátok, hogy megy. Ugyebár. Más csúcs. Figyeljétek. Most tolom. És ilyen kattogó hangot. Kicsit így. És ez a rajzfilmben is ugyanezt csinálja. Tök jó. Na. Hogy? Ó, elnézést. Na, visszaállítottuk. Ezt egy kicsit arrébb teszem, hogy legyen hely a többi figurának is. Elnézést a kamera ide-oda mozgatása. Na, itt tudtam csak. Itt van Trap Joe cserélhető karral. Most ez van rajta, de egyébként egy ilyen fegyver, amiből lőni tud. Olyan van. És mozgatható száj. Ahogy látjátok. Csapda Joe. És ugye a szájával is jó ilyen fém dolgokat is el tud rágni. Nem semmi. A társa, ez így ketten szoktak így mindig lenni elég sűrűn a rajzfilmekben, Triclops.
egy szeme, két szem, és itt a harmadik, amin volt. Úgyhogy mindig csavargatta, és vagy lőtt vele, vagy mindenféle ilyen sugarakat, vagy ezt meg azt csinálta. De pislogni is tudott. Triklops, ezért hívják, mert három szeme van. Ő itt, Beastman, ugye ő tud manipulálni állatokat is, és a jók ellen fordítani. Van egy ilyen, nem tudom milyen védője is, és nézzétek meg. Igen. Már csak erre van ráírva valami, nézzük csak hátul meg. India, ott van, látjátok? India. Oh, igen. Csak takarja a vállas. Vagyis, hogy a hátsó részénél. Na most itt még van... még ő. Ő egy gonosz boszorkány. Eveline-nek hívják. Eveline, vagy ahogy úgy a kiejtés. És ő nála van írva valami? Nem, nincs a hátsójára írva semmi. Ő mindegyiknek egyébként megvan a fegyverzete, csak a pincében valamelyik dobozban elsülyeztve. És az utolsó ebben a részben Merman. Ő egy ilyen vízben élő gonosz lény, aki ugyancsak tudja manipulálni a vízben élő lényeket, és a jók ellen. Nézzük csak. Na, fókusz. India, ő is. És ha jól látom, 1981-es. Mattel. Igen, India. Ő is Indiából származik, és hát, amikor ilyen 7-8 éves voltam, akkor ő kaptam így a szüleimtől. Úgyhogy ezek lettek volna így ebben a részben a figurák, amiket így bemutattam. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez az összeállítás, és a bemutató. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!